az Óbecsei Városi Színház nagy termében tartott ünnepségen több mint 170 díjat adtak át az Óbecse községbeli legjobb általános iskolásainak. Ebből az alkalomból Óbecse község önkormányzata megjutalmazta a versenyeken jelentős eredményeket és sikereket elért diákokat, vugdíjasokat, a generáció legjobb sportolóit és diákjait. Ami miatt külön nagyon örülök, és ami számomra megtiszteltetés, hogy kihangsúlyozhatom, hogy idén 71 vugdíjasunk van, a tavalyi évhez viszonyítva, amikor mintegy 30 vugdíjas tanulónk volt. Idén 358 tanuló fejezi az általános iskolát, ebből 56 diák az alapfokú zeneiskolát. Vugdíjasaink külön könyvjutalomban részesülnek, de mint ahogyan azt már kiemeltem, egész éven keresztül is támogatjuk őket. A generáció legjobb tanulói pedig ezúttal táblagépet kapnak. Az Óbecsei Szever Gyurkics általános iskolában a generáció legjobb tanulója Tripolszki Blanka, a Zdrávko Glozsánszki általános iskolában Jován Brkics, a testvériség általános és középiskolában ezt a címet Karpinszki Ervin kapta. Az Óbecsei Samu Mihály általános iskolában a generáció legjobbja Balázs Adél lett, a Petőfi Sándor általános iskolában Másátyúk, a Petár Konyovics alapfokú zeneiskolában pedig Dunya Vucinics. Sok tantárgyból versenyeztem, magyar nyelvből, kémiából, szerb nyelvből, sakkból, közlekedésből. A legsikeresebb azonban magyar nyelvből voltam, ahol 3 évben díjat nyertem a köztársasági versenyen, 2 elsőt és 1 másodikat. Az Óbecsei gimnáziumban szeretném folytatni a tanulmányaimat. Szerb nyelvből, történelemből, földrajzból és kémiából nyertem díjat, a legnagyobb sikert kémiából értem el. Itt első helyezett lettem a körzeti versenyen, és majdnem sikerült a köztársasági versenyre eljutnom. A kémia vonzott leginkább, mivel új tantárgy volt és nagyon megtetszett a 7. osztályban. Szeretnék ezúton köszönetet mondani tanáromnak, aki felkészített ezekre a versenyekre, és az ő segítségével sikerült ilyen eredményeket elérnem a versenyeken. Melyik középiskolába tervezel beiratkozni? Az Óbecsei gimnáziumba. Az újvidéki Iszidor Bájit zenei középiskolában fogok tovább tanulni. Ez a 6 év nagyon izgalmas és szórakoztató volt. Nagyon sok segítséget kaptam a tanáraimtól, különösen Natasha Gabriel Gekic tanárnőtől, valamint a szolfés tanáromtól, Branislav Drobactól. 9 versenyen vettem részt, melyek közül számomra a legérdekesebb a tavalyi belgrádi verseny volt, ahol a köztársasági versenyen 2. helyezést értem el. A bácsföldvári Svetozár Markovics általános iskola 2 legjobb diákkal büszkélkedhet, Alexandra Rajcevics és Vanessa Hanák érdemelte ki ezt a díjat. A Péter Évei Samu Mihály általános iskolában az előző évekhez hasonlóan pénteken este az iskolai ünnepség keretében hirdették ki a generáció legjobb tanulóját.